igazából én szeretném viszonylag egyszerűen összefoglalni azt, amit mondani szeretnék, és így lehet, hogy egy kicsit sarkos is lesz, de az nem, talán nem baj, mert így legalább jobb alkalmunk lesz a vitára. És kezdeném azzal, hogy az antiszemitizmus elleni küzdelmet gyakran szokták azzal a kifejezéssel illetni, hogy az antiszemitizmus elleni harc. És amikor harcról, meg háborúról van szó, akkor annak csak úgy, mint minden más dolognak, megvannak a maga játékszabályai. Ezek a játékszabályok nagyon fontosak, mert hogyha nem tartjuk őket tiszteletben, és nem veszük őket figyelembe, akkor nagyon nehezen fogunk egyértelmű sikereket, vagy akár egyértelmű kudarcokat elérni. És mi a legfontosabb kérdés, ami ilyenkor felszokott merülni? Az, hogy definiálva lettek-e a harc kezdete előtt, hogy mik az adott harcnak a célkitűzései. Ha nincsenek definiálva egyértelműen az adott harcnak, vagy küzdelemnek a célkitűzései, akkor nem lesz egyértelmű, hogy a harc sikerrel járt-e vagy sem. Én azt gondolom, hogy az antiszemitizmus elleni küzdelemben három olyan lehetőség van a jelenlegi, a világ zsidóságának jelenlegi helyzetében, gyakorlatilag teljesen mindegy, hogy melyik országról van szó, ahol zsidók élnek. Az egyik az az első, az a fizikai biztonság. A zsidóknak a fizikai és jogi biztonsága, ami jelenti azt egyrészt, hogy a jog előtt, zsidók jog előtt, és itt ezt kiterjeszteném talán nem csak a jogra, hanem az általános társadalmi elismertségre, a státuszra, a zsidók ne szenvedjenek hátrányt a származásuk vagy a vallásuk miatt. Nevezzük ezt egy biztonsági kérdésnek. A második dolog az nem egy biztonsági kérdés, hanem egy valamilyen mentális jólétnek a kérdése. Úgyhogy itt a mentális jólét alatt érthetjük azokat az eseteket, amikor az antiszemitizmusnak nincsen a közvetlen fizikai jólétünkre, a fizikai mindennapjainkra, a mindennapi ügymeneteinkre közvetlen hatása, de van egy általános mentális hatása ránk. Tehát ha mondjuk engem lezsidóznak az utcán, akkor annak, akkor nem mondhatom, rám kiabálnak, hogy zsidó, takarodj innen, vagy ennél talán valamivel szélsőségesebb és trágárabb megjegyzésekkel illetnek engem, ami ugye azért elő-elő fordul, mondjuk velem személyesen is tekintett arra, hogy nem nehéz fölismerni azt, hogy zsidó vagyok. Most ugye, hogyha ez megtörténik, akkor én nem beszéltek sem arról, hogy ez a fizikai biztonságomat veszélyeztetné, sem arról, hogy a jogi helyzetemet vagy státuszomat veszélyeztetné, de, és ez már egy szubjektív dolog, a mentális közérzetemet befolyásolhatja, mert hogyha ez mondjuk naponta háromszor történik meg, és nagyon hangosan, akkor egy idő után ez befolyásolni fogja a mentális jólétemet. Hát ez akkor tehát a második kategória. És a harmadik kategória pedig az az, hogy aminek szerintem nincsen sem a fizikai jólétemhez, sem a mentális jólétemhez valódi köze, hanem köze van az engem körülvevők mentális jólétéhez. Gondolok itt arra, hogy például, és akkor ez egy vita tárgya lehet, az a kérdés, hogy Magyarország, a magyar társadalom, a magyar politikai közgondolkodás milyen módon ismeri el a saját felelősségét a II. Világháborúban elkövetett büntettek kapcsán, az egész biztos, hogy nem befolyásolja az én fizikai jólétemet. Szubjektív kérdés és valószínűleg személyiség kérdése, hogy mennyire befolyásolja a mentális jólétemet, de egész mentális jólétemet, mint magyar zsidót, de egész biztos, hogy befolyásolja a magyar többségi társadalom mentális jólétét. És aztán szereplőnként is lehet arról beszélni, hogy kinek milyen felelőssége van az adott harcban. Most ugye például a magyar közvalóságban milyen feladata lehet egy zsidó hitközségnek abban a kérdésben, hogy antiszemitizmus elleni küzdelem, és milyen feladata lehet egy civil szervezetnek, egy civil jogvédő szervezetnek,
és milyen feladata lehet mondjuk a mindenkori magyar kormánynak. És aztán folytathatnánk, mert még számos szereplője van ennek a helyzetnek, itt lehet a sajtóról beszélni, a zsidó sajtóról, az általános sajtóról, és így tovább, és így tovább. Tekintet arra, hogy én egy közösségnek a rabja vagyok, én próbálnék inkább a zsidó vallási közösségek, a hitközségeknek a szerepéről beszélni. Mi a zsidó hitközségeknek a feladata, amikor az antiszemitizmusról van szó, az antiszemitizmus elleni küzdelemről van szó? Én azt gondolom, hogy ha visszafelé haladunk az előbb említett három területben, akkor a többségi társadalom mentál higiéniás állapotának a javítása, az csak nagyon áttételesen a feladata. Az, hogy a többségi társadalom mentálisan mennyire egészséges és mennyire nem, az nem elsődleges feladata, vagy inkább úgy fogalmazok, nem a zsidó hitközség elsődleges feladata. A zsidó hitközség elsődleges feladata az az, legyen ez bármilyen hitközség, ahogy a nevében is van, hogy hitközösség legyen. A hitközösség azt jelenti, hogy olyan embereknek a közösségi kereteit teremtse meg, akik szeretnék a vallásukat közösen megélni, ebből pozitív közösségi élményt nyerni, spirituális fejlődést, és az ehhez kapcsolódó közösségi funkciókat biztosítsák, ami az oktatás, a szociális terület, a végnyugalomra helyezés, és nagyjából ugye mindaz, ami ezt körülveszi. Mi van még, ami ehhez kapcsolódik, és nagyon erősen kapcsolódik? Az ezen közösséghez tartozóknak a fizikai és bizonyos szempontból mentális biztonsága. Az a szó, hogy zsidó, és így az is, hogy zsidó hitközség, az előbb fogja eszébe juttatni nagyon sok embernek az antiszemitizmus elleni küzdelmet, mint azt, hogy zsidók összejönnek, hogy megünnepeljék mondjuk a szombatot. És ez nem egy egészséges állapot. Ezért érdemes az antiszemitizmus elleni küzdelemmel kapcsolatos feladatokat leválasztani a közvetlen zsidó hitközségtől. A zsidó hitközség nagyon nehéz helyzetben van, hogyha egyszerre kell a sábeszi gyertyákat, csak hogy képletesen mondjam, a sábeszi gyertyákat és az antiszemitákat verő kalapácsot a kezében tartsa. De hogyha zsidó hitközséghez kötjük antiszemitizmus elleni küzdelmet, különösen egy olyan országban, ahol több hitközség működik, és ezeknek a vallási irányultsága, világnézete az sokban eltér egymástól, akkor úgy tűnhet, hogy az antiszemitizmus elleni küzdelemben is vallási kérdések érvényesülnek. Ez persze lehet, hogy így van, de azért alapvetően nincs így, és megint csak egy nagyon félreérthető helyzetet teremtett, különösen egy olyan országban, ahol az antiszemitizmus elleni küzdelem önmagában az antiszemitizmus megítélése az elmúlt 70-100 évben egy politikai eszközzé nőtte ki magát, vagy egy politikai eszközzé lett, és az egy nagyon szerencsétlen helyzet, hogyha a különböző hitközségek rivalizálnak egymással abban, hogy és ezzel a mindenkori hatalommal való kapcsolatukat próbálják meg pozícionálni egymáshoz képest, hogy az antiszemitizmus elleni küzdelemben hogyan és mikor lépnek fel. És én ezért különben nagyon sok külföldi mintára kezdeményeztem 2012-ben, hogy jöjjön létre egy olyan minden zsidó vallási közösség, és nem csak vallási közösség által támogatott, de amúgy független szervezet, amely mint zsidó közösség, de nem mint zsidó hitközség lép föl az antiszemitizmus ellen, különös hangsúllyal az előbb említett két területre, a zsidók fizikai és mentális biztonságára, és valamennyire a harmadik területre is, de nem hangsúlyosan. Én azt gondolom, hogy a zsidó közösségnek fel kell lépni a saját érdekében, nem csak a jogvédelem bázisán, hanem mint zsidók fel kell, hogy lépjünk az antiszemitizmussal szemben. Ezt egy hitközségektől független és lehetőleg minél nagyobb összefogással létrehozott szervezet keretein belül kell tennünk, és ugyanakkor pedig
mégis mint zsidók tegyük ezt. Ugye annak idején, amikor a testvérvédelmi alapítvány létrejött, akkor ezért kerestem meg, vagy kerestük meg az emiken kívül a többi hitközséget is, hogy vegyenek részt ebben a közös munkában. Az eszközök tekintetében általánosan, amikor a antiszemitizmus elleni fellépésről van szó, akkor megint csak ez a hármas felosztás az, amire én gondolni tudok, hogy mik azok a témák és területek, amelyekre legalábbis Magyarországon általában szó szokott esni. Ez ugye általában a ismeretterjesztés és oktatás, mint egy csomag, a pozitív beszéd, mint másik csomag, és a jogvédelem, vagy a jogi eszközök inkább úgy mondom, mint harmadik csomag. Arról volt szó, hogy a gyűlöletbeszédnek a büntethetőségét nem lehet szigorúbbá tenni a Amerikából kölcsönzött rendszernél, ami a clear and present danger, tehát a közvetlen veszélyhez kapcsolja a gyűlöletbeszéd büntethetőségét. Most a gyakorlatban ez azt jelenti, hogy azt mondom, hogy meg kell ölni a zsidókat, akkor ez még nem elég a büntethetőséghez, ez még az kell, hogy valaki utána látszólag meg is akarja, rögtön fegyvert fogjon, és meg is akarja ölni a zsidókat. Most ugye az, hogy ez miért kell, hogy így legyen, azért, mert a szólásszabadságnak a végletekig engedni kell, mert ez ad lehetőséget arra, hogy közben az immunrendszerünk ki is vesse magából a negatív beszélőket. Sajnos kiderült, hogy Magyarországon nem létezik ez a, vagy legalábbis nagyon gyengus állapotban van ez az immunrendszer, és az én meggyőződésem az az, hogy innentől fogva az első eszközön kívül, ami az oktatás és ismeretterjesztés, a harmadik eszközre kicsit nagyobb hangsúlyt kell tenni, és ez pedig a jogi eszközök. Közvetlenül a 2010-es kormányváltás előtt ugye a parlament elfogadta azt a törvényt, amit a nemzetszocialista diktatúrák bűneinek tagadása adja a büntényt. Ugye ez egy büntetőjogi kategória, amelynek az a lényege, hogyha valaki tagadja vagy kicsinyíti a holokauszt létét, akkor ezért akár börtönbüntetést is kaphat. Ugye a másik terület az előbb említett gyűlöletbeszéd kérdése, a gyűlöletre uszítás, amely továbbra is megmarad annál, abban a sólyomi kategóriában, hogy ez csak akkor büntethető, hogyha ez egy közvetlen veszélyt jelent az áldozatra. Ugye a harmadik terület az a polgárjogi út, és amikor a Tettesvédelmi Alapítvány 2012-ben megalakult, az egyik első lépés az volt, hogy a igazságügyi kormányzathoz fordult annak érdekében, hogy elérje, hogy a jelenleginél, vagy az akkorinál erősebb jogi eszközök álljanak a rendelkezésre az antiszemitizmus elleni fellépésben. És mi azzal mentünk az igazságügyi miniszterhez, aki akkor a Navracsics Tibor volt, hogy szeretnénk, hogyha a gyűlöletre uszítás tényállásán enyhítenének. Ők ezt azt mondták, hogy nem tartják szerencsésnek, ilyen-olyan-amolyan okból, viszont van egy másik lehetőség, hogy polgárjogi útra terelődjön ez a dolog, és itt született meg a negyedik alkotmánymódosításba bekerült a közösségek védelme című passzus. Most ugye a gyakorlatban itt is az a probléma, hogy hiába született meg mind az alkotmánymódosítás, mind pedig a hozzátartozó polgárjogi keret. A probléma az, hogy mégsem született meg teljesen ez a polgárjogi keret, tehát a végrehajtási szabályzat, vagy nem tudom, ennek mi a pontos neve, az valahogy nem lett teljesen kidolgozva, és nagyon sok nyitott kérdés van, például az, hogy ki az a közösség, ki nevezheti magát a közösség tagjának, és mondhatja azt, hogy ő bántva érzi magát egy adott kifejezés miatt, és ezért a gyakorlatban ezen a területen sem sikerült még a gyakorlatba átvinni.